fiatalok vagyunk, belőlünk fog kinőni az új generáció is, nagyon jól megvagyunk, ahhoz képest, hogy csak 2 hónapja ismerjük a legtöbben egymást, és jó úton is haladunk. 11 éve vízilabdázom, ez a sport mellett maradtam, meg nagyon sok mindent kipróbáltam. A legnagyobb sikerem szerintem a tavalyi Európa-bajnokságon 8. helyezett lettem. Milyen volt az a csapat, és mitől volt jó? Nagyon régóta ismerjük egymást, a legtöbb lányal több mint 10 éve együtt játszottunk. Ismertük egymást vízben is, és vízen kívül is nagyon jól. Szóval ez szerintem nagyon jól összehozott minket. És ugye a cél a 8. helyezett is volt, és ezt behúztuk. Ez most egy új szituáció, lesz ez az OB1? Teljes mértékben, szóval ez az első szezonom OB1-ben, felnőtt csapatban, szóval biztosan. Mennyit erősödött a csapat itt az elmúlt hetek alatt? Mennyire tudtátok megismerni azt, hogy kinek mi a mozgása, kit hol kell kisegíteni esetleg mondjuk védekezésben? Tudjátok-e már egymásnak az erősségeit, gyengeségeit? Szerintem elég jól. Nagyon sokat gyakoroltunk, szóval tényleg pont erre, hogy megismerjük egymást a vízben, a mozgásokat, kijöjjön a úszásszám, lépések. Szóval nem vagyunk még tökéletesek, de nagyon jó úton vagyunk. Neked mi lesz a fő feladatod? Hát én hála törzök, szóval lövések védése.